És ugye mag is említett, hogy a könyv egyik lektora én vagyok, a tisztesség úgy kívánja, hogy megemlítsem a másik lektor pedig különböző más. A könyv két részből áll, az egyik rész egy forradalomnál életrajza, ez egy szemeterenc élete emberektől mostanáig, a másik pedig a cenemű, vagyis a hazatérése utáni időszak, mindaz, ami a cenemanyán történt, te a délutánokon, zenei rendezvényeken, tehát körülbelül először ez a kötet. De javarészt én az első részen fogok foglalkozni, már a kérdéseim kapcsán, hiszen október 21-e van, tehát a forradalom kitörésének az évfordulójához vagyok egészen közel. Ha megengedik, akkor én nyugodtan folytatom. Mielőtt bejönnék az első kérdésem, két szerzőhöz, intézném, hogyan született ennek a könyvnek a gondolata? Arról jobbra, Hát ez úgy volt, hogy én szeretnék körülbelül 10 éve ismerem. Az első években, amikor mi találkoztunk, akkor nagyon sokat dolgoztunk együtt, és rengeteg dolgokat csináltunk. És én nagyon rácsodálkoztam arra, hogy ilyen emberek is vannak a világon, itt azért a Békés Megyében egy nem egy gyakori dolog. Hozta magával a széles látókörét, a kultúrátságát, meg a forradalmi eszményeit, amiket úgy vélem hagyományon, hogy is kicsit maradt. És rengeteg új gondolatot, amikre én abszolút nyitott voltam és fogékony, úgyhogy remek időszak volt, életem remek körülmény éve volt, amikor együttműködtünk, a programjaink elsősorban közéleti eseményeket szerveztünk, rendeztünk. Próbáltam meghonosítani a demokráciát, demokratikus gondolkodásmódot. Itt a mi vidékünkön, ami mondjuk 20 évvel ezelőtt azért meglehetősen új dolognak számított, függetlenül attól, hogy a rendszerváltás ugye hogy megtörtént. Aztán egy jó pár évbe elkanyarodtak az útjaink, és sokáig nem találkoztunk, nem dolgoztunk együtt. Majd néhány évvel újra. És rácsodálkoztam arra, hogy ez az ember még mindig kitartóan és szakadatlan volt. Végzi a munkáját, pedig igazából azok a politikai változások, társadalmi változások, amik megtörténtek, nem kedveznek az ő tevékenységének. És ő mégis csinálja. Következően is úgy gondoltam, hogy aki ennyire elszánt és ennyire hisz a tűzben, amit korlát egy életen át, azt az ember feltétlenül támogatni kell. És megjártam újra, és együtt dolgozunk. Ahol Márta abba hagyta, vagyis ahol ő úgy fogalmazta, hogy néhány éve eltávolodott Feritől, ott jöttem én a képbe. Tehát nagyjából én is olyan 15 éve ismerem Ferit körülbelül. És ahogy megismerkedtünk, az le van írva a könyvbe, aki szeretné tudni, az olvassa el. Egy, de azért röviden mégis csak elmondanám, egy szalonosütéssel kezdődött az egész, ami aztán később nála is gyakran előfordult, de ez nálunk történt. Egyszerűen becsöppent az életünkbe, és egy olyan kis gondolkodásmódot hozott magával, ami egészen elképesztő volt akkor, és teljesen nem időzött engem is, a férjemet is, és mindenkit, aki hallgatta őt. Aztán elkezdtünk dolgozni, nem csak barátok, hanem munkatársak is lettünk, és sok-sok közös forradalmat csináltunk. Nagyon szép dolgokat. Ahogy Márta is mondta, különleges, értékes eseményeket éltünk át együtt, és remélem, hogy nagyon sokat van meg is maradt ez a szép élmény, ami akik részt
zenei napokat és egyéb kulturális rendezvényeket csináltunk együtt, hanem közéleti fórumokat, ahol rengeteg értékes és érdekes ember megjelent. A könyvben jó néhány felvansor arra kötődik, és én úgy gondolom, hogy akik ezeken részvettek, azok mindenképpen gazdagabbak lettek életszemlélettel, értékes gondolatokkal. Szerettük volna, és amikor Mártával összetalálkoztunk egyszer csak életlenül, akkor érdekes módon mindkettőnek az az érzése támad, hogy ezt nem szabad hagyni elvetni. Ezeket meg kell őrizni valamilyen módon, így született a szakmény. Jó, akkor még egy kérdésem lenne. Ki döntött el a munkamegosztást? Ugye Márti jött az életrajzot, Ági jött a mindazt, ami az a kérdés után történt. Lehetett volna fordítva is? Akkor én ragaszoltam annak, hogy a Feri életét, az életjelvet én szeretném megérni, és azt szerettem volna, hogyha Ági azokat az éveket, amikor én egyébként sem voltam jelen, de amikor fantasztikus jó dolgokat csináltak, fantasztikus rendezvényeket, zenei alapítványt is tették le, zenei napokat, igazán különleges eseményeket. Néhányukon ugyan részt vettem, mint vendég, de a munkarítése akkor már sajnos nem voltam. Szívesen tettem. Jó, hát akkor most nézzük át az életrajzi részre. Itt van a könyv, ennek a címoldalán Ferenc látható 1956. október 23-áról egy hegesztő szerepet jelent a fején. A kérdésem az lenne, hogy hát ugye azt tudjuk, hogy az egyetemisták harmadal ötten vonultak egész a bentéli, de arról nagyon kevés kép jelenik meg, hogy munkások, már bocsánat, így mondom, melósok, pláne meg hegesztő szemüvegek beállnak a sarkra is mennek. Hogy történt? Ez valami dekoráció volt ez a hegesztő szemüveg, vagy én tudom egyébként, mert a könyvet olvastam, csak a jelenlévő nyilván nem tudja. Ez a nap, ez érdekes, ugyanezt a kérdést tettem föl, egy kérdező, Hódmezővásárhelyen nem régen, és nagyon könnyű volt válaszolni, mert ilyenkor nem annyira az emlékezetemre hagyatkozok, hanem próbálom a lelki szemeimmel átélni azt a napot. Én halálbrigádban dolgoztam, és 23-án az 5-ös órán Tudomány Egyetemnek a múzeum körúti épület többjébe voltunk, ott dolgoztunk, és át kellett menni a bölcsészkarra, be kellett volna bújni a kazánokba, a téli tüzelés megkezdése előtt leverni a vízkövet. Én soha nem kezdtem el dolgozni, fölmentem az aulába, ahol a diákok nagy viták voltak, menjünk-e tüntetni a Petőfi szoborhoz, mert akkor még az volt a hír, hogy Piros László lövet. Végül megérkezett egy küldöttség, az Régi Miklós Hadi Akadémiáról, és ezek a fiatalok olyan lelkesen álltak a tüntetés mögött, hogy el lett határozva, hogy megyünk a Petőfi szoborhoz. Én, mint munkás, beöltözve fufajzába, még akkor az másik fajta volt munkás ruha, ugye, és én ott álltam az ajtóba. És nem azért, mert hős voltam, így kerültem a menetnek a első sorába. Négyen voltunk, és a diákok ki akartak lökni, mert azt hitték, hogy provokátor vagyok. Én nem tudom, hogy mit mondtam ezeknek a fiataloknak,
biztos nem káromkodtam, mert nem szeretek káromkodni, és de meggyőző volt az a pár dolog, hogy ott mentem végig velük. Csodálatos dolog volt, aztán később vagy 30 évvel, vagy talán többel, nem is olyan régen derült ki, hogy az egyik a három vagy négy fiú közül, akik mentünk a sor elején, az egyik az a nagy Duna, meg Nagy Maros a védője, milyen, hirtelen a neve, itt van a neve, de majd eszembe. Igen, abban az ügyben egy nagyon híres amerikai, Liptár Béla. Liptár Béla is ott volt a sorban. Úgyhogy ez a kép bejárta a világsajtót, mert az Egyesült Nemzetekben is kerestek, hogy hát ez nem volt fordista, meg ilyen, meg olyan forradalom, hiszen ott van a dokumentumfilmnek az első kockáján egy munkás gyerek a többi között. Szóval így kerültem bele, és aztán én nem is álltam ki a sorból, a diákok ki akartak lökni, és aztán a 12 nap volt az életemnek az a 12 napja, ami érdemes volt megszületni, megélni. Hát, amíg mindenki tudja, Piros László volt akkor a nevügyminiszter, a forradalom levelése után a PIK vezérigazgatója lett Szegeden. Október 23-ának 5 olyan nagyon emlékezetes helyszíne volt, az egyik a március 15-e tér, a másik a Bem tér, a Parlament, a Dózsa György út, a Sztálin szobor, egészen pontosan, és a rádió. Az lenne a következő kérdésem, hogy az öt helyszín közül melyikben volt jelentek bácsi? Hát ott voltam, amikor a diákok mentek volna a benszoborhoz, és mentek is, nekem vissza kellett menni, elrakni a szerszámomat, átöltöztem, és akkor már nem a benszoborhoz mentünk, hanem valaki javar megyünk ledönteni a Sztálin szobrot, mert az is benne volt a 16-os egyik éve, és oda mentünk, és ott voltam fönt a csizmáknál. Egy pár évvel ezelőtt Békés Csabán egy kis alacsony tömzsi ember megállított, és azt mondta, hogy nem ismersz meg, hát mondtam, az életben mindenem, hát azt mondja, ott álltunk fönt a csizmát, hát mondom, én oda nem ismerkedni mentem, hanem úgyhogy most így mindig, amikor ez fölmerül, elnézést kérek ettől az embertől, hogy nem is ő megismert. Ennyi után. Ez volt a prominens hely. Utána megyünk fölült, Sztálin ledőlt, a drótkötél elszakadt, és akinek van szakmai valat, a drótkötél egyik rendkívül veszélyes fegyver, az el tud vágni embereket, kerékba, stb. Senki nem sérült meg a Sztálin szobor körülálló tömegből. Ha van csoda, akkor ez csoda volt. Na akkor Sztálin lejött, menjünk a rádióhoz. Teherautóra fölkapaszkodtam, és mentünk az Andrássy úton, már Ruszkik haza, az oktogonnál elfordultunk a körúton balra, és akkor befordultunk a Dugonics térre. Ott már megállok én a teherautónak, így van a teherautó, itt álltam hátul. És ott lőtték le a fejemről a kalapot. És már ez valószínű emeletről lehetett, mert ugye én itt álltam, a folyó innen jött, tehát fölülről jöhetett, hogy eltalál, hát fegyver kell. A 8. kerületi kapitányság ott volt, én oda jártam, nem ez hosszan, mert majd a következő kérdésben nem akar érdekli. A lényeg az, hogy a 8. kerületi kapitányságon az a Konti utcában volt, és megyünk fegyveré. Nekem oda kellett 3 hónaponként járni, megkockapítani a személyi igazolványomat, a ott tartózkodás, ideiglenes lakhatás. A hivatalnak ugye annak idején a hivatal hölgy az elintézte, de mindig a
kapitánynak kellett aláírni. Megyünk a pára, nem tudom hányan voltunk, 10-20-an, és az őr ott állt egy géppisztollyal, de beengedtek, és fegyvert követeltünk. A kapitány nagyon készséges volt, azonnal odamutatott, bezsírozott, vadonatúj fegyverekkel, ami ott volt, azt odaadta nekünk. Jöttünk volna kifele, és valaki, állítsuk a falhoz a kapitányt. Én nem vagyok egy gyors gondolkozású ember, de valahogy azonnal, hogy nem gyilkolni jöttünk ide, hanem fegyverénk. És ez volt a forradalom másik csodája. Elfogadták, nem vitatkozott senki. Ezek olyan csodálatos dolgok, hogy aki ezen keresztül ment, az nem tud én nem tudok eltévedni arról az útról, amikor elindultunk. Mentünk a rádióhoz, ott már ment a lövöldözés, tehát az a pár puska, ami volt nekik odaadtak, az nem volt elég. Valakinek jött egy ötlete, hogy ki nem tudom. Csatlakoztunk, és három vagy négy teherautóra kapaszkodtunk érte, és mentünk a lámpagyárba. A lámpagyár az egy fegyvergyár volt. Ott is mentünk, és fegyverénk, már sokan voltunk ezen a három vagy négy teherautón, én is ott kapaszkodtam valahol a sárhányon, vagy nem tudom hol. A lényeg az, hogy állt itt a lámpagyárnál az őr. És ott is valaki, nem az, aki a kapitányságon, valaki mondta, hogy hát az őr. Megint valakinek, már nem én, valakinek megjött a józan esze, hogy hagyjuk az őrt a fenébe, ott áll. Valóban nagyon érdekes, hogy a lámpagyár nyitva volt, tárva nyitva, hoztuk, megrakottunk, amennyit csak lehetett. Később Amerikában ismertem meg a Győrik Józsefet, aki egy nagyon nagy felkészültségű fegyver szakértő volt, és azt mondta, hogy Felikém, hát ott már minden nyitva volt, azt mondja, jó tettétek, hogy nem bántottátok a tőlöket. Jövünk visszafele, és akkor valakinek megint eszébe jutott, hogy évelem kell. Akkor megálltunk a Közvágóhídnál, ott elhalmoztak lennünket Virslivel, meg amit csak kértünk, megyünk vissza a Korvin közbe, és kinek jött ez az öt, én ott laktam egyébként a Korvin közben egy munkásztálán. Na mindegy, megállunk, a fegyvereket elosztjuk, az élelmiszert, és valaki mondta, hogy megint a tömegből, akik ott voltak, hogy menjünk a rádióhoz. Erre egy olyan 15-20, inkább 20 fős csoport, kiskatonák vegyesen, elindultunk már fölfegyverkezve a rádióhoz, és hogy megyünk le a rádió fele, a Mária téri templomnál látjuk, hogy már jöttek az orosz tankok. Az Ülői úton, meg a Baros utcán. Én mesterlövész voltam, ez egy külön történet, és az egyetlen egy fegyveres dolog volt, amikor még a kiskatona kint állt a toronyba, én erre a szerencsétlenre ráültem. Ma is a lelkiismeretemben van, ezt még mindig nem tudtam földolgozni, hogy én esetleg valakit megöltem. Hát azzal nyugtattam magam, hogy ő jött ide, nem én. Hát ez nagyon kevés vívasz nekem. A házmesternő az egyik házból jött ki, és azt mondja, hogy azt is várja haza az anyja. Tehát az én fegyveres akcióm ennyi volt. Mentünk a rádióhoz, vittük a fegyvert, ott már túltak a harcot, és a forradalom többi részein aztán sok minden már. Ez volt az első két nap. Az első naphoz kapcsolódott, én megkérdezném, hogy a parlamenti gyűlésről, vagy az ottani tömegről nem volt információ? Nem volt információ. A parlament előttről az volt, hogy gyorsan a gyárba megalakult, ahol dolgoztam, a 8 kerületben, a Kisfaludi utcában
volt a központ, megalakult a munkástanács, és jött be valaki, rohan be véresen, hogy a parlamentnél lőttek. Ennyit tudok a parlamenti vérül. Igen, ott ez, már... Ez két nappal később volt. Igen. Most én csak olyat mondok, ami én, az, hogy ki mit mondott, meg minden, azt nem tudom. Mert azt is mondják, hogy az orosz tank, ami már ott volt, az a távolsok, a földművelőségi miniszter tetején, az oroszok is azok lőttek. De ezt én nem láttam, ezt nem tudom, tehát én csak azt mondom, és arra próbálok felelni, ami az én személyes, ez az a tanulmány. Igen, a szakirodalom szerint a parlament előtt a Kossuth-Lajos téren lévő szovjet harckocsi, a lévő katonákkal találkoztak a magyar tüntetők. És hát, hogy aztán ávósok lőttek, vagy mások lőttek, ugye ez máig kiderítetetlen, de nagyon gyanús a dolog, hogy egyfajta ilyen fraternizálás kezdődött el a magyar tüntetők, vagy felkelők és az oroszok között, és valószínű, hogy valaki ezt akarták megakadályozni. A fegyverekkel kapcsolatban a véleményét szeretném kérni Feri bácsi. Ugye azt tudjuk, hogy a Rákosi rendszer, de ez vonatkozik még az 56-os időszakra is, rendkívüli módon ellenőrzött rendszer volt, tehát áriások voltak mindenütt, beépítés, stb. Ehhez képest szinte hihetetlen, hogy megnyíltak a fegyverraktárok, hogy gyakorlatilag néhány óra alatt összeomlott ez a rendszer, hogy mi a magyarázat erre, hogy a rendőrség kiutatta a fegyvereket, a lámpagyárat kinyitották, a sírű fegyvereket tartalmazó raktársak. Tehát annyira hihetetlen az egész dolog, és kíváncsi lennék, hogy mi a véleménye erről. Nekem az a, én később már Kanadában találkoztam a Kopácsi Sándorral, ő volt a rendőr főkapitány, és megköszöntem neki azt, hogy a 8 kerületek kapitányság kiadta a parancsot, hogy nem lőnek. Ez egy nagyon komoly dolog volt, ugye? És az egész országban, amit én éreztem, egy olyan feszültség volt, én 14 évesen Kunágotán ilyen rövid ésszel elkezdtem röpcét egy barátommal, osztálytársammal Rákosi ellenes röpcédulákat gyártani kézzel, hogy pedig nincs rajzkészségem, de ez sikerült, hogy akasszák föl Rákosi, stb. Mert én 14 éves gyerek, láttam azt a borzalmat, ami a faluba végbe ment a úgynevezett kulákokat, vagy nagygazdákat, és olyan terror volt, és ezt láttuk a szüleinken, az iskolából és minden, hogy, és aztán ez 56-ra, mint a Dolinszky János, ami nekem fölévesztette az én érzéseimet, hogy a forradalom győzött, csak a harc bukott el, azt mondta, én meg vagyok győződve, most köszönöm ezt a kérdést, hogy az AVH összeomlott, és az AVH se, tehát az se volt mind gyilkos. Most nem védem, véleértés nyersét, de ez a rendszer begyűlt maga alá azt is, aki akarta, vagy nem akarta. Tehát a diktatúrának ez a metódusa, az állása, a pozíció, a gyerek, a család, az iskolában, gyerekeket, ugye meg volt nekünk tiltva, nálam a házban a szüleim bezárták, szóval nem beszéltek előttem például, mert ugye a gyerek az szereti magát, bizonyító, jó, én ezt tudom, ugye, ezt már itt pedagógusok ezt tudják, úgyhogy az egész rendszer alapjaiban volt emberellenes és rohadt, és ezért volt az, hogy a világ csodájára az, hogy én, aki folyamatos dohányzó voltam rövid ésszel, nem vettem ki egy szál cigarettát a trafikok betört ablakából. A pénzt a utcán dobozokba gyűl, senki nem vigyázta. Egy ruhám volt, amit a szüleim nagyon nagy körülményesen tudtak venni, mint már nagyobb bacska gyerek. Ugye,
áruházak be voltak az ablakok törve. Senki egy sálat, egy semmit nem vitt el. Tehát fantasztikus volt, hogy a mi népünk milyen volt 56-ban, próbáljunk erre gondolni, és most, mikor ott voltam dobozon, azt rengeteg fiatalt láttam, és ahogy csinálták az októberi ünnepét, át kell belül, mert mi nagyok tudunk lenni. Nem szóban, hanem cselekedett. Úgyhogy miért adták. Az is igaz, hogy mi a rádióhoz nem gyilkolni mentünk, meg nem harcolni. Ők lőttek, mi nem lőttünk, nekünk nem volt semmi. Én, aki mesterlövész voltam, és volt fegyvertartási engedélyem, haza is vihettem a puskámat, ugye esünkbe se jutott, hogy azt használjuk. Hát igen, a rádiónál a tüntetőtől meg gyakorlatilag azt akart elérni, hogy beolvassák a 16 pontot, és a konfliktus abból ered, hogy erre nem volt hajlandó a rádió vezetése. Pontosan. A Neszvényi Judit, aki írta azt a csodálatos művet 56-ról, az ő karjaiba halt meg az első diák. Kopácsi Sándorral kapcsolatban annyit, hogy a felkelés leverése után Kádárék azt mondták, hogy Kopácsi Sándor kijelentette, hogy nem vagyok hajlandó a népre lövetni, és emiatt nyíltak meg többek között a helyi kerületi kapitányságok, és 20 ezer fegyver jutott a felkelők kezébe. Tehát a magyarázat megvan, hogy onnan volt a fegyver, csak akkor is tulajdonképpen egy nagy csoda, hogy így egyik pillanatról, hogy óráról órára, de egyik óráról a másikra összeomlott a rendszer. Na haladjunk tovább, megkérem Dombovár Illát, hogy a kettes idézetet olvassuk. A Deák téren a rendőrség kapitányságán szervezték a nemzetőrséget, így minden feladatot elvállal. Öröklapok terjesztését, újságok osztogatását, valamint pénzítést az áldozatok javára. Sok nyilvános sír volt az utcákon, a Rákóczi tértől kezdve több helyen, a Kálvin téren, a Köztársaság téren is, és sok karton doboz, amelyben pénzt dobáltak a sebesültek javára. Senki nem vette belőle, mindenki csak adott. A Köztársaság téren a pártházban látta a vérengzést, a kivégzéseket, ott is készült róla fénykép. Ekkor már a nemzetközi sajtó is járkált és fotózott a fegyvertárból. Itt látott fel egy fiatal fiúként egy újabb drámai jelenetet. Egy ávos felhalkasztottak az emberek, és úgy megkínlott rá, hogy már lógtak a zsigerei, de egy asszony még egyszerűsen marcan volt a felei, az is a fiamat, őrjöngött. Egy másik alkalommal egy fehér köpenyös férfi van, aki másodmagával golyózáfoltan mentette a sebesülteket a Köztársaság téren, felismerte azt a mai a segédmunkást, akivel együtt dolgozott a Lánciában. Fegy a színház mögön érte, ahogy elesett a pártház. Egy elegáns fiatalember, szürke barunkabádban, nyakában fuvasállal, az a fajta, akit a szélkül is óttak a szüleim. Ott feküdt kiterülve, hősi valóként a télen. Végignézte, ahogy Mezőferen, egy magas lajú kommunista, fehér zászlóval jött ki a pártházból egy asszonyal, valaki mégis előtte. Ez nagy volt vett fel a világ sajtóban, igen, ilyen is megtörtént. A téren sok ezer ember volt, de csak egyetlen lövés dörtölt el. Nem lehetett tudni, ki lőtt és honnan. Ferenc megtudta, hogy a vállalatnál, ahol dolgozott, munkástanácsolatot. Ott akar lenni. Részlet a bőrésen. Ördög Zoltán lett a munkástanács elnöke, aki annak idején pedig felvetette a gyárba. Tanácskozás közben váratlanul berohant valaki a hírre, hogy a parlamentnél tömegbe vettek, és az oroszlan visszalőtt városokra. Nagy volt a felszúrás. Esténként, vagy inkább végelezve, kimerült el, hogy ott a Vidi bácsi serdonyán, hogy aludt a néhány órát, mert a lelkesedése nem engedett többet. Minden jutott akart lenne, ahogy szükség volt rá, ahogy tudott tenni valamit a forradalom ügyéért. 12 csodálatosan. Tüntetés, beleszkedés, rögtérgyújtás, menetelés, fegyverkedés, kiterkedés, segítségnyújtás és olykor halálos érmeletről a szívében vérengzés és öldöklés végigélése után egy momentári napon legnagyobb döbbenetére
összetalálkozott édesapjával egy összesarkon. Szene János világot árulhatott élelmiszer, hozott az életítési embereknek, mert a fővárosban megszűnt az élelmiszer ellátás. Mivel győzött a forradalom, fiát az a parancsolt a szülőfalujába. Tóton is szükség volt a segítségére, hogy az élelmiszer szállítmányokat megszervezték testre. Útban hazafelé már látták a Budapest felé vonuló szovjetcsapatokat. Másnap hajnalban Nagy Imre beszédet mondott a rádióban. Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indított a fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megmentsék a törvényes magyar kormány. Csapataink harcban állnak, a kormány a helyén van. Ezt köszönöm az ország népével és a világ közvéleményével. Fejt életében előző látta édesapán sírni. Köszönjük. Mint köztudott, a Budapesti Köztársaság téren volt a Budapesti Pártbizottságnak a székháza, és a felkelők ezt a székházat, ez volt az egyik központja, tehát a felkelők ezt a székházat, a kommunista párt akkori nevén még magyar dolgozók pártja, majd egy nappal később alakult meg az MSZNP, amelyik ugye egészen 1989-ig működött. A felkelők ezt a Budapesti Pártbizottság székházát tartották a kommunista párt egyik központjának, volt még egy-kettő ilyen Budapesten, többek között a 13. kerületi, a jól ismert Diszkó Béla vezetésével. Itt a Köztársaság téren a különböző felkelő csoportokat összevonták, és együttesen támadást intéztek a Köztársaság téri pártát ellen, amelyet hozzávetőlegesen 80 kékparol is karhatalmista védett, köztük nagyon sok kiskatona is. Nyilvánvaló az volt a szándék, hogyha a Köztársaság téri pártház elesik, akkor az egész felkelésnek a folyamata befejeződik, vagy az erőviszonyok megváltoznak. Na, ennek előre bocsátása után kérdezem, hogy Cseri bácsi említette, hogy milyen lelki válságot okozott az, hogy a szovjet kiskatonára válik. Itt a Köztársaság téren, ahogy itt a visszaemlékezésből kiderül, hát ugye elég durva dolgok történtek, hogy ez milyen hatással volt? Én véletlenül kerültem oda. Vigó Dragoszláv barátom kereste az édesapját, mert a Draginak az édesapja a honvédségnél volt szakács. A Stalinnak a szobrát vagy fejét oda lett húzva az emke mögé, ott verte a nép, és hallottam a kopácsolást, oda mentem bámolyszkodni, az meg is jelent a New York Times oldalon a bámolyszkodók között. A lényeg az, hogy a Draghi az ugye jobban izgatta az édesapját keresni, és elindult, de aztán én ott hagytam Stalint, hogy hagyd darabolják, mi verjék, és indultam a Draghi után. És mikor megyünk a Rákóczi úton, ugye ott van a pártház, ott volt jobbkész felül, egy mellékutcán, hallottuk, hogy ott már zaj van, és akkor én oda bementem, mint bámészkodó. És láttam a Mező Ferenc, Mező Imrének a fehér zászlaját, az, hogy le lett lőve, azt nem láttam, csak hogy a fehér zászló. Én a színház mögött voltam elhúzódva, úgyhogy láttam az eseményeket, és mikor már a Mező dolog lezajlott, ugye, akkor jöttek ki az állósok, és ott voltak lemészárolva a személyi igazolványuk, meg a pénzkötegek, pártigazolvány, meg egyebek, mert kisült, hogy ezek nem rendőrök voltak, hanem rendőrruhába öltöztek át. Szóval én nem hiszek az erőszakba. Az erőszak az nem volt meg igazából semmi. Nagyon megbotránkoztam ezeken a látványokon, de mikor az az asszony, marcan volt, aki nem élve akasztották föl, már halott volt, mikor felakasztották, ezt láttam, mert a színházból lett kihozva ilyen
Na mindegy, a lényeg az, hogy mikor elkezd tépni a beleit annak már bocsánat, és ez engem nagyon megrendített. És még ma is azt mondom, hogy én természetesen ezzel nem értek egyet, de ugyanakkor belül nem is tudom elítélni. Mert ami volt, szóval voltak ilyen borzalmas események is, és az a fiatalember, amit be kellett olvasni, azt úgy küldte el, az lehet, hogy életében akkor először nem fogadott szót a szüleinek, akik gyönyörűen öltöztették kisfiamat, állatokat, minden, ott feküdt holtan, és ebből a elkényeztetett, nagyon kényeztetett gyerekből hősi halott lett. Szóval ez egy a forradalomnak ez a mozzanata, ez engem megrendített, nem értek vele egyet, és ma is azt vallom, hogy beszéljünk, és ismerjük meg egymást, fedezzük fel egymásba a jót. Ezt különösen azért merem mondani, mert itt van Gyulának egy olyan prominens rétege, például az édesanyám azt mondta, hogy a főorvos úr előtt mindig vegyen le a kalapom, hát és itt sorolhatnám mindent. Szóval annyi jó ember van, és annyi tehetség van. Egy csodálatos országnak a tulajdonosai vagyunk, és legyünk a tulajdonosai. És 56-ban nem akartunk földbirtokot, nem akartunk semmit, szabadok akartunk lenni, hogy a saját életünkről döntsünk. Következő kérdésem még mindig ez a köztársaság téri történethez kapcsolódik. Ugye vannak olyan felterések, hogy a köztársaság téri események adták az utolsó lökést a szovjet beavatkozáshoz. Hruscsov akkor már Jugoszláviában tárgyalt Titóval, Titó jóváhagyását kérde a Brion szigetén a beavatkozáshoz. A románok sürgették, hogy minél hamarabb jöjjenek a szovjet csapatok. Hogy nem érezte Feri bácsi akkor, tehát lehet, hogy ez nem igaz, tehát én most nem azt mondom, hogy ez igaz, csak van ilyen feltétel. Nem érezte akkor azt, hogy madivatos szóval élve egy kicsit túltolták a biciklit ezzel a köztársaság kérdést? Ez biztos, ezt ha erre szükség lett volna, én is ott lettem, én is lőttem. Azért érdekes, ugye, mert ma úgy tudjuk, hogy 28-án győzött a forradalom. Tehát akkor már semmi szükség nem volt. Semmi. Viszont van, ezt megint én csak azt mondom, amit én személyesen tudok igazolni. Tehát láttam, ott voltam, stb. De az a, nem tudom, hogy hallottak-e ilyen föltevés, hogy tulajdonképpen valami, hogy miért, nem tudom, hogy a pártházból kezdődött el a lövözés. Nem tudom. És ez a bizonyos egy lövés, ez is nagyon érdekes, mert ez már csak föltételezés, hogy egy lövés dörtült el, pont a mező ügynére. Kilőtt és honnan? Nem a pártházból lőhettek esetleg, hogy miért adta meg magát? Nem, ugye Mező Imre másod magával ment ki. Egy asszonyt. Nem, Asztalos Jánossal és Pap Józseffel két honvédezredessel ment ki, mind a hármunkat lelőtték. Mező Imre elment, a Pap Józsefet lábbal felakasztották, a szívét kitépte. Akkor az volt ennek. Ő volt az, igen. Akkor az, akit én láttam. Igen, a Mező Imrét elvitték a kórházba, a Péterfi Sándor utcai kórházba, de miután has, máj, meg egyéb gyomor, végül vastagbőr lövés kapott, két évig még élt, elfertőződött, meghalt. A Őrsi István, ha nem tévedek, akkor 7 évet kapott a felkelés nevelése után, az ő fia foglalkozik az 56-os történésekkel, és ő kikutatta, hogy egy Messz János nevezetű Falábú Jankó, így hívták a forradalom idején, ő tüzelt először a Mező Imrékre, és utána jött utána mindenki elkezdett lőni. Tehát ez vagy hiteles, vagy nem. Én őneki hiszek, mert ha ő a másik oldali történész lenne, akkor azt mondom, hogy hát a Hollós Ervin meg Ajkai Verának volt egy könyve, azt eltartással kell venni, de Őrsi István fiának én hiszek.
Na, haladjunk tovább. Ugye az is egy elég közismert dolog, hogy az 56-os eseményekben több irányzat volt, vagy több szemléletű ember vett részt. Az egyik irányzathoz tartoztak a Nagy Imre és hívei, akiknek az volt az elképzelésük, hogy a Rákosi rendszert meg lehet reformálni, és egy ember az szociális lehet megvalósítani. A másik irányzat volt az, amelyik a restaurációs törekvéseknek volt, ugye vissza a Horthy rendszer, és a harmadik volt az, amelyik egy ilyen több pártrendszerű, pluralista, polgári demokratikus berendezkedést képzelte a Magyarországon. Feri bácsi érzékelte itt a fegyvereseit, meg a felkelők, meg akikkel kapcsolatban állt ezeket az irányzatokat? Igen, láttam a sok helyen hordószónokok, így nevezzük az utasági hordószónokok, különböző elképzeléseket fogalmaztak meg. Én annak örültem, hogy ennyiféle vélemény jelentkezik. De ahogy én emlékszem, mint ahogy én se szimpatizáltam semmiféle restaurációval, sokan nem, de mindenki mondta maga, itt hallgatták a szónokot, másik nem hallgatták. Egyébként egy jelenet, amit olyan embertől hallottam, aki ott volt, tehát hihetek neki, mikor Nagy Emléhez mentek pártengedélyé, nem tudom milyen párt, ezt már nem tudom, és a Nagy Imre azt mondta, hogy én tőlem kérte, én kommunista vagyok. Már azok után, amikor ő tisztázódott, hogy ő hol áll, a nép oldalán áll. És ennek ellenére adott pártengedélyt. Úgyhogy nem tudom, hogy ez a egy természetes folyamat volt, én meg vagyok győződve, hogy itt ez a közönség, ha itt elkezdenénk beszélgetni, egy ilyen nyitott beszélgetés itten, vagyunk itt ennyien, de legalább másfélszer annyi vélemény alakulna, és ez az egészséges. Ha kibeszéljük a dolgainkat, megértjük egymást, meggyőzzük, elfogadjuk, és a többi, és ez nagyon tetszett nekem. Én odaállhattam, mint fiatal, 20 éves gyerek, azt a hordószónokot hallgatni, amelyik nekem tetszett. És tehát volt egy olyan felszabadulás az utcán és mindenütt. Nem akart senki se kapitalizmus, meg nem is tudtuk, hogy mi az a kapitalizmus igazából. Szóval egy olyan kibontakodás, én nem tudom, hogy mi lett volna a folytatás, ha nem jönnek be az oroszok. De biztos, hogy lett volna több pártrendszer, és a többi, és a többi, de én úgy érzem, hogy akkor a magyar nép megért a változásra. És az, hogy mindenki elmondhatta a véleményét, ez a Rákosi rendszerben elképzelhetetlen volt. És meg is hallgatták itt is, ott is, amatt is, gyűlések voltak. Hogy mennyire igaz az, amit a Feri bácsi említ, ugye említettem, hogy Kádár János tehát október 31-én, tehát a köztársasági események másnapján feloszlatta a Magyar Dolgozópártját, a kommunista pártot, és megalakították a Magyar Szocialista Munkáspártot. És a Magyar Szocialista Munkáspárt szervező bizottságának tagja volt Nagy Imre. Tehát a politikai intézőbizottság, mondjuk így intézőbizottságának, az aztán egy külön érdekesség, hogy tagja volt az a Vosonczy Géza is, akit kivégeztek, a Nagy Imrét is kivégezték, meg a Donát Ferenc, aki súlyos börtönbüntetést kapott, és ez a Nagy Imre ugye kommunista létére, ugye a szovjetekkel arról tárgyalt, hogy hagyják el az országot, kinyilvánít az ország semlegességét, pirítjuk a Varsói szerződésből, stb. Stb. Nagy Imrére majd a végetelen majd visszatérünk, most a menekülésről kérdezném, hogy itt hallottuk, hogy ugye elhagyta az országot, hogyan, milyen körülmények között? Hát még mielőtt köszönjük ezt a kérdést. Nagyon érdekes dolog történt, mikor az édesapám hazaparancsolt engem, diam gyere, Kunák után. Akkor ugye Kunák után volt egy, a nagyapám az ilyen baloldali érzelmű ember volt. És
Baka Károlynak hívták azt a pártitkár Kunágotán, aki egy meggyőződéses kommunista volt. Ő hitt az eszmébe, és nem volt léraketén, volt arra más, ugye? És nagyon érdekes, hogy meg akarták lincselni. Az édesapám, ő gazdasági ember volt, hogy nem politizált, de odahatott mégis, hogy a nemzetőrséget kiküldték a Baka Károly bácsi házához, és védték. És nagyon érdekes, az édesapámat meg akarták kurcolni, benne volt az akkori Békésmegye újságban, de közben a Baka Károly fölakasztotta magát a házába. És ezért akarták megkurcolni az édesapámat, hogy néhatott oda, hogy őrségsebb. Mit gondolják, hogy ki ment el az édesapámnak a védésére? A Baka Károlynak a felesége, és elmondta a bíróságon, vagy ahol ezt intézték, én akkor nem voltam itt, hogy az én férjem meghasonlott, mert látta, hogy az eszme, ami az életét áldozta, az megbukott, és így lett öngyilkos. Hazajöttem 33 év után, az első élő személy, akit fölkerestem, a Baka Károly né, aki még akkor élt, meg is vádoltak itten a nagy rendszerváltás, hogy én a volt kommunistákkal barátkozok, nem barátkoztam senkivel, de a tisztességet, akár Baka Károly né, akárki gyakorol, az ezt még nem. A menekülés, Kunágotán vagyok, és a húgom itt ül a térdemen, és a nagyanyám rohan be, a házunk fejjel van építve, és az a fiam jönnek érte. Két ávós lovas megáll a ház előtt, és én megcsókoltam a húgomat, nagyanyámat, át a szomszéd kerint, és hát körülbelül az ávósok olyan messzire lehettek, mint ott a leghátsó sor, olyan 5-6 méter, és neki az éjszakának. Fölmegyek, már járt a vonat, Magyar Bánhegyesre gyalog mentem, fölülök a vonatra, Kétegyházán megáll a vonat, várni kellett nem tudom mennyit, de olyan, ezt nagyon sajnálom, hogy az én tyúk életem az fontosabb volt, mint a szerelmem, a döge elsikéjén nem mentem elekre, mert meg volt szállom. De mindegy. Följutok Pestre, hát nem mindegy, de fölmegyek Pestre, a keletibe megérkezik a vonat, statárium volt, a fiatalokat szedték össze, mit csináljak? Elővettem a bátorságot, elindultam a Múzeum utca felé, ott lakott a Vili bácsi, a Károlyi palota melletti, az volt a országos diszközpont, a mi házunk a 9, az ott volt a disznek a garázsa. Ahogy megyek a Rákóczi úton és fordulnék be a Múzeum utca fele, valami zörejt csináltam, mert vezetéket meg minden, és akkor zajt csináltam, és az oszlopok mögött hallomban sőre szült a katona. Hát szerencsére nem vett észre, nem volt ez olyan egyszerű. Becsöngetek a Múzeum utca 9-be, és a Morvai név kaput nyitott. Az élete árán beengedett. Tehát ki volt 56-os? A Morvainél legalább olyan 56-os volt, mint én, meg az, aki nagyon nem tudom hány szovjet tankot megsemmisített. Hányan engednének be most valaki az életük árán egy menekültet, vagy egy az életéért. Aztán ott voltam, másnap ugye ott nem maradhattam. A fegyveremet, ami volt, azt bedobtam a WC-nek, a közös WC-nek a víztartájába, és elindultam a keletibe, fölültem a vonatra, Hegyeshalom előtt megállt a vonat, kiürült a vonat,
őszi szántásra, neki a pusztánatének megyünk a határa. Ott egy alacsony, ilyen telkarcsú hölgy, az belénk kapaszkodott, és az el nem engedett egészen, még át nem értünk a határon. És hát kellett neki segítség. Fiatalok ott már kifáradva, lefeküdtek a tárokba, meg minden, akkor oda mentem egy csontjukat, ami nagyon fáj, hogy menjenek, mert ott pusztultak volna el a tüdőgyulladás, átérünk a határon, az osztrák rendőrök, határőrök, terpkalokkal várnak, bevisznek az első tanyába, ez hajnalban volt, a háziasszony kimegy a istálóba, meleg tejjel kínál bennünket, a határőrök bekísértek az első gasthouse-ba vagy vendéglőbe, ott fejedelmi ellátásban részesültünk. Szóval az osztrákok a lelküket adták nekünk, menekültek. Nem kértek igazolvány, nem kértek semmit, csak adtak és adtak. Úgyhogy ez volt. Aztán az Amerikába való kimenetel, úgy volt, hogy akkor ez... Az igen, még egy kérdésem a határátkelésed lenne, hogy ugye a szovjet haderő több hadosztállyal lőtt át a határt november 4-én, a elsőjétől szivárogtak befelé az országba. Katonailag nem lett volna gond, mondjuk az osztrák-magyar határt légimentesen lezárni, hogy ott lélek se kisebbet, és 200 ember ennek ellenére átment a határon, sőt, még decemberben, karácsonykor, meg szilveszterkor is mentek át a határon, meg a fertőtavon a vizony nádasokról, mi lehetett ennek az oka, Feridácsi szerint? Hát, erre szeretnék választani, tudni, adni nem tudok. Nem volt az ám egy diadalban, szóval... Nem akarom kisebbíteni. Nem, nem tudom, nem. Csak próbálok a kérdést most így távlatban látni, mert én nem hiszem, hogy az oroszok annyira biztosak voltak a dolgokba. Mert akkor még, ezt nem tudom, ezt titkos levéltárak tudnák, vagy kutatások, ami nem vagyok tájékozódva, de ők nem voltak annyira biztosak a dolgokba. De tőlünk levált egy fiatal csoport, mert akkor, mikor éjjel mentünk, jöttek a Stalin gyertyák, akkor a kocsolyába le kellett feküdni. Fiatal csoport, az elment tőlünk, és az a fiatal csoportnál csak fegyverrofogás látunk. Talán a könyvben úgy van, hogy láttam, nem láttam, hogy ők elestek, de az a csoportot azt legébb puskázták. Szóval rengeteg embert megfogtak, elengedtek, újra próbálkoztak, és volt még arra is esély, én azért maradtam Ausztriába 3 hónapig, április 10-ig, mert volt egy olyan lehet esély, hogy visszajövünk és Görbe lesz ellenkormány. De aki visszajött, az azt mondta, hogy esély sincs. Úgyhogy nem tudom, hogy mi volt ez, de én azt hiszem, hogy az oroszok se voltak annyira biztosak a dolgokban. A Orrami megyei lapban a Békés Csabai Orrán Bizottság elnökével van egy interjú, és ő elmondja, hogy azért mentik Kanadában én most, hogy azért választotta Kanadát, amikor elhagyta az országot, mert Bécsben hengzsettek az áliások. És ő attól fél, hogy ő is rajta van a listájukat és elkapják. Meri bácsit mi motiválta arra, hogy az Egyesült Államokat választott? Először is nagyon érdekes dolog volt, mert menni kellett, mert ugye az országok azt mondták, hogy menni kell. Tehát nem maradhatunk, és én Észak-Ausztriában voltam, Reed nevű településen, egy katonai táborban, hogy ki is mentem dolgozni, egy malomban, minden, aztán amikor a kivándorlás jött, Salzburgba kellett jelentkezni, egy ebénylő, egy katonai ebénylő, ahol sok ablak volt, amikor mennek oda a katonák a tárgyával, vagy a sajtával.
és én ahhoz az ablakhoz álltam, ahol éppen nem állt senki. És így került, ez volt az Egyesült Államok. Aztán, hogy kerültem Amerikába, meg Kaliforniába, az egy különbözőt. És hát ott, hát a maga módján, maga körülmény, maga körülmények, ottani sajátos körülmények között elég szép politikai karriert csinált, mert a Magyar Szabadságharcosok Szövetségének elnöke, a szervezet Los Angeles-i bizottságának meg vagy a lelnöke, és a Los Angeles-eknek meg elnöke volt. Milyen munkát végeztek ott, ez az egyik. A másik pedig, hogy érzékelhető volt-e ott az a differenciáltság, ami itthon érzékelhető volt, és amire a kérdésemben utaltam a felkelők között. Hát itt nyilván a restauráció hívei, vagy a polgári demokrácia, a pluralista polgári demokrácia hívei. Tehát voltak-e ilyen különbségek ott a tagok? Hát ott többfajta menekült volt. Volt a régi amerikások, akik még az Adinak a kivándorló másfél millió emberünk volt. Volt a DIPIC, a Displaced Person, akik a második világháború után mentek ki, és voltunk nagy tömegben így. Ezeken már tudják, ezt már sokszor mondtam, de érezhetik is, hogy nem vagyok egy nagy ész, de mégis megfogalmazódott az, hogy lehet arra összpontosítani, hogy Magyarország szabad legyen. Ennek nagyon kitaláltunk és megfogalmaztunk és magunkévá tettünk három pontot. A politikai foglyok szabadon bocsájtása, a szovjet csapatok kivonása és szabad választása. És ezzel magyar politikai emigrációt egy akció táborba sikerült, mert ezzel a három ponttal mindenki egyetértett. És az volt a másik elvünk, hogy mi nem szólunk bele a magyarországi eseményekbe, mert ez beavatkozás lett volna már akármilyen, hogy is nevezzünk ezt. Úgyhogy ez a három pontban sikerült az emigrációt egy cél érdekében fordítani, és ennek volt én is hozzáadtam ehhez a gondolathoz, és így tudtunk. Restaurációról soha nem volt szó, mert sok, úgy mint hogy itt a tanyában is mindig rendezünk különböző agytágítókat, programokat, ott is sokat csináltunk, gazdasági kérdésekről, politikai kérdésekről, és a többi, de mi úgy éreztük, hogy nekünk tiszteletbe kell tartani a magyar népnek az önállóságát, függetlenségét, és azt kellett segítenünk, mikor aztán kezdődtek az ellenzéki mozgalmak, akkor akit csak tudtunk, én szinte majdnem minden prominens ellenzéki politikus kivittem a házam alattal mindenféle különböző, nem kérdeztem, hogy milyen párt, egyedül a szocialista pártban nem volt ismerősöm, de minden mással. Úgyhogy sikerült ezt megcsinálni, és voltak eredményeink, ugye, ami nagyon effektív eredmény volt. Ezt a nemzetőrnevi újság, a Tollas Tibor kezdeményezte, amikor Kádárék ki akarták végezni a kiskorúakat is, a pesti srácokat. Akkor azt csináltuk, hogy egy világot átfogó akciót terveztünk. A 10 millió elhallgatott magyar helyet 10 millió aláírás gyűjtöttünk, és így sikerült megmenteni a sok pesti srácot a fiatal kivégzésig. Teherautók vitték a világ minden részéről befutott aláírásokat az Egyesült Nemzetekbe, és ez a nyomás, ezt meghallották Kádárék. Amikor Nagy Imréről volt szó, akkor említettem, hogy visszatérnék majd egy kérdés erejéig. Nagy Imre megítélésében egység volt, személyének megítélésében egység volt-e az emigrációban?
Hát sajnos itt nem, mert a most halt meg a múlt héten egy nagyon közel barátom, nagyon rendes ember volt egyébként, de ő nem fogadta, szóval ő Nagy Imrét kommunistának tartotta. És ezt ő rovására írta. Nagy Imre elfogadott volt, és az, hogy a Nagy Imre egy tolvonással megmenthette volna az életét, és Nagy Imre a népe oldalára áll, az élete állán, és ezt az áldozatot, ezt nem lehet megkérdőjelezni. Én ezt képviseltem, és hála Istennek ezt az én képviseletemet elfogadták. Hát igen, mert a Kádár kormány, tehát a forradalmi munkásparaszt kormány, az volt a hivatalos neve, felajánlották, illetve kérték Nagy Imréjéket, még a jugoszlávokat is bevetették, Titóékat is, hogy írjanak alá egy lemondó nyilatkozatot, mert ezzel legitimé vált volna a Kádár kormány, és erre nem volt hajlandó Nagy Imre. Jó, akkor most kérném Évát, hogy az egyes számot részt volt. 1990. március 19-én. Szeretnék azzal a követésnek, hogy ajándékkal lette meg magát, hogy hosszú idő után az osztálymagyarhatár szolgáláról elindulja Magyarországra. Még a Németh Miklós vezette kormány volt hatalmon, amikor az első szabad választásra hazatért. Egész életében szülőhazája szabadságáért dolgozott, és amit elért a lehetőség, részt akart venni a demokratikus Magyarország felépítésében. Fűzös márciusi nap volt. Lányával vizikével repültett a Száncselegyből Bécsbe, ahol autót bérletett. Majd tovább utazta Pinkertorba. Oda, ahol 33 évvel korábban a férfi elhagyta a vérbefolytos forradalom után megszálló országot. Ugyanabban a vendégközben vacsoráztak meg, ahol 56-ban menekültként az osztrákok vendégül látták. Majd lányja vissza a határig. Ismerős volt az út. Amikor Ferenc meglátta a határátkelő szálláját, kiszállt az autóból, megnyújtózott, és egy szálka várban ismét csomag nélkül útra kelt. Csak a tudását hozta magával, meg a politikai tapasztalatait, amelyekre új hatájában az Amerikai Egyesült Államokban szerzett. Felában megbeszélték lányával, hogy a határ túloldalán, Hegyeskalonnál a harmadik epőtúton találkoznak. Vizike amerikai állampolgárként vízummal ment át Magyarországra. Ferenc jó darabig gyalogolt, mire ugyanahoz a határtőzött ért, ahol annak idején átkodott. Környékén olyan növényzet volt, és egy Szent János kenyér széle tüskés bozott, mellette drótkerítés húzódott. Felmászott a kerítésre, de abban a pillanatban gyomrába hasított a rémje. Életében először jött. Eszébe jutott, hogy maradhatott itt azna a vasműtő maradványaiból, hiszen még a drótkerítésen bontották el. Halálfélelemben ugrott le a másik oldalán a kerítésen. Éppen éjfél volt, nem voltak meg. Elindult a dűlőút irányába, ahol lányával találkozott. Fejhelykönyvő lépekkel haladt tovább. Tudának érett az anyakörzsek a lábára. És akkor közben találkozott egy kis katonával határozott. Két fiatal emberrel, farkas kutyával, végkutyával elfogtak, és elrepődtek, de én is, és elkezdték kérdezni, hogy hát minek jöttem, miért így jöttem. Az, hogy jöttem megdönteni a rendszert. Hát erre nagyon meglepődött ez a két 20 éves fiatalember, és elkezdtek motozni. Tehát, hogy magánál nincs fegyver, hogy akarja megdönteni a fogtam magam, és mondtam neki, hogy a választáson. És le kellett érdekolni egyebek, de pár perc után a beszélgetés kapcsán fölállhattam, és telefonáltak, hogy a fenébe bontott, kaptak el, hogy telefon volt,
telefonáltak a főnökeiknek, és még az jött, addig ott beszélgettünk, és mondták, hogy akkor nem kellett térdeknünk semmi, és mondták, hogy leszerelnek, és ők is mennek majd Dél-Afrikába, Bécsbe, és mennek Dél-Afrikába dolgozni. És mondtam nekik, hogy kedves barátaim, mondom, kis barátaimnak mondtam, fiaim, nem tudom. A lényeg az, hogy mondom, nézd, én mikor maguk ideje voltam, 20 éves, akkor én az életem árán akartam itt boldogulni. Maguk meg mennek Dél-Afrikába, fekete hajsárnak. Hát ez nagyon megvette őket, és aztán sokat beszélgettünk, de azt mondta, hogy ha jön a főnök, akkor le kell újra térdepülni. Hát persze, jön a zsíp, kivilágítva, szuronyos katona a zsíppe, és bevittek hegyes halomra határőrségre. Ott egy fiatal, ilyen jó, testes fiatal katonatiszt volt, aki elkezdett vallatni, nagyon rendesen viselkedett, és megkínált kávéval, de megköszöntem, hogy nem kávézok, és vissza akartak dobni, de nem tudtak visszadobni, mert nem volt semmi íratom, csak egy 33 évvel azelőtt lejárt személy igazolvány. És nem tudták az osztályoknak bizonyítani, hogy onnan jöttem. És végül nem tudott mit kezdeni, és én a születés jogán ebben az országban én oda megyek, ahova akarok. Ez nagyon meglepte ezt a fiatal embert. Telefonált a főnökinek, erre megjött a határőrnének, az egész nyugati határőrségnek a parancsnoka, egy őrnagy, egy művelt ember volt, és elkezdtünk beszélgetni, bementünk egy tárgyalóba, és őnek is azt mondtam, hogy egy születés jogán nekem itt szabad. És látta azt, ő is udvarias volt, erre bevitt egy kis helyiség, az valószínűleg cella lehetett, de nem volt ajtaja, nem volt, és ott leültem, pihentem, és azon csodálkoztak, hogy ahol én átléptem a határt, ahol elfogtam, szántáson, meg nagyon mostoha körülmények között, akkor már egy 50-en túllévő ember, hogy ezt én hogy tudtam fizikailag megcsinálni, hát jó előttel. A lényeg az, hogy a piros telefonok, amik ott voltak a határőrségen, fölhívta német Miklóst, és hogy mit csináljanak ezzel a csodabogárral. Én nem szerettem másnak a telefonját, se a piros telefon, se a mobiltelefont hallgatni, de hát nem tudtam mit tenni, mert kellett kiabálni, mert ezek a telefonok nem éppen voltak a legjobb technikai. A lényeg az, hogy a német Miklós mit mondott, azt nem tudom, végül ez visszajött, és azt mondta, hogy ha megígérem, hogy én másnap megyek Gyulára, de közben Békés Csabán jelentkezek a rendőrségen, akkor mehetek. Kikísért, a fizikalányom már keresett, ott várt, és akkor meghívott reggelire, és azt is vissza akartam utasítani, és látta, mondta egy finom művelt ember, ott látta, hogy itt valami nem stimmel, és azt mondta, uram, azt mondja, ön az én vendégem. És az első finom, kolbászos, meg szalonnás rántottát a nyugati határőrség főparancsnokának a személyes vendégeként fogadtam el, elengedett, kezet fogtunk, sőt, utasította a parancsnokokat, hogy ha megyek vissza, akkor a diplomáciai folyosó menjek, amit én persze nem vettem igénybe, mert én megyek ott, ahol a többi. És elengedett, és én voltam a volt béketáborban, szovjet területen az első szabad ember a születés jogán. Tehát az, hogy szabadok legyünk, a
születés jogának, hogy én egy kunálokra, egy paraszti vadén, akkor ki tudtam vívni, ezt most is ki tudjuk vívni, és szabad emberek tudunk lenni. Ez volt a hazatérésem, ez bejárt a világsajtót, minden ez akkor nagy hír volt. Ennyit a magyaros vendégszeretetről, Feri bácsi, már a rántotta kapcsán, és hallgassuk meg a harmadik. Hazát jöttem építeni, végül házat építettem, mondja gyakran, mikor beszélgetünk. Valahányszor beszélek hozzá, mindkettőt igaznak értem. Otthon vagyok nála, mint a házamban, mint a hazámban. Rengeteg ilyen és hasonló gondolat jut még eszembe emlékeimben kutatva, melyek csak gyarapítanák egy fénylapjait, mégsem tudnék velük tökéletesen tűnképet adni arról a szellemiségről, amely ennek a csodapotának a hátában, a szabad gondolat a potinába született, arról a kis forrásról, amelyet újra és újra visszatérhet erre szomjatot. A nyári estén egy idegen csönget ezzel hozzánk. A férjemet kereste valami elektronikai problémával. Éppen szalonnát sütettünk. Hívtuk, ő jönne közénk. Szívesen csatlakozott és hamar bekapcsolódott a beszélgetésbe. Ahogy hallgattam, különös izgalmat kezdtem érezni, hogy egy egészen új, egészséges, életelteli, friss kérkezte tápálni a közünket. Sokkal később ismertem csak fel, hogy egy valódi fúls vérforradalom már úgy mellém azon az estén. Bár akkor még egyikünk sem tudott róla, ez a tűz indított el bennünket egy hosszú úton, és csináltunk sok-sok közös forradalmat. Ma már kéke van. Igen. Feri bácsi kétszer tervezett hazajön. Az egyik volt az, amikor az 56-osok átlépették már a határt, a másik ilyen eseményben a nagy ünnepemetés volt. Végsem, tehát ellapolt az a kérdés, és akkor jött az, amikor már a rendszerváltás hajnalán voltunk. Mi volt az oka, hogy ezt a kettőt kiadta? Nagy volt a... Hát vannak az embernek döntések, amikor dönteni kell, és nem tud elmenni tanácsot kérni se ehhez, se ahhoz, mert nekem azt mondta Dánoki Veres Lajos, egykori vezérelszedes, ugye tudjuk, hogy történelmi személy volt, egy washingtoni kongresszuson kihívott a folyosóra, mert ismert voltam, és különböző elképzelésekkel közelítettek meg, kihívottak a Ferikém, mindig csak a lelkiismeretekre hallgass. És akkor, hogy én miért nem folytam bele, én nem ítéltem el azt, aki hazautazott, vízumot kért és a többi, de én úgy éreztem, hogy tartani kell, amíg azokat az elveket, amit meghirdettünk, és vittem a zászlót, és akik engem követtek, és mellettem álltam. Ha én vízummal szépen hazajövök, akkor hol vannak az elvek? Tehát én nem jövök haza egy olyan rendszerbe, ami törvénytelennek, embertelennek tartok. A Nagy Imre temetésre nagy volt a kísértés, de még a Nagy Imre temetést megtartottuk Párizsba a Körlasé temetében. Tehát az, hogy a Nagy Imre temetés megtörtént, most minden már történelmi dolog, ezt nem én mondom, hanem ez bizonyított, hogy a Grossnak az amerikai tartózkodásából a magyar emigráció kényszerítette ki, hogy a mártíroknak a tisztességes temetést adjak. Tehát tulajdonképpen mi nagyon sokat tettünk azért, hogy az a temetés a hősök terén megtörténjen. Úgyhogy... Igen, a Szent Korona visszaadása az egy nagy akció volt, és annyit el tudtunk érni,
Én nem voltam akkor Washingtonban azon a megbeszélésen, amikor a Gereben István, Bogány András, meg a Világszövetség vezetői fölkeresték a Fehér Házat, és annyit elértünk, hogy a jelképesen a magyar népnek lett visszaadva a Szent Korona, a Dobi volt akkor az államelnök, és Kádár nem is lehetett jelen se az átadásnál, se ennyi volt, amit el tudtunk érni. Úgyhogy ezt rossz tudomásul vette ezt is. Igen, a pár évvel a Perveshez temetőben Nagy Imréjéknek és Mártér Társénak van egy hát jelképes sírja, és ott történt ez a megemlékezés, amivel az előadás említést, tehát hallgassuk meg a negyedik. Tönött sorokban jöjjünk az Erdélyiskola hallában, sőt, ebédőjében is. Utóbbi hatalmas üvegfalai össze kellett nyitnunk az előbbi tágos terével, hogy mindenki jól halljon és társadalom minden. A három zeneiskola, Orosháza, Hódmezővásárhely, Gyula, növendékei, zenetanárai és a három nap alatt egyre gyarapodó érdeklődő közösség mind ott hallott. Az épület szinte valamennyi ülő alkalmatosságát odahordott, hogy mindenkinek legyen ülő helye. Különös irgalom és a hasznos, jól végzett munka öröme járt át valamennyi önnek. Az aratás percei voltak ezek, ahol minden jelenlévőnek része volt a termésben. Fellépőtől a nézőkig, szervezéktől a támogatókig, mindenkinek. A szokásos díjátadások, a rendezvény összegzése, jövő évi esemény időpontjának bejelentésre következett. De nekem volt egy titkom a jelenlévő közül valakivel, csak vele. És ő a megbeszélt összetacsításukra felállt. Főleg egy szerény ember az első pillanatban észre se vették, és elkezdte rendhagyó monológiát. Számított kivándorunk a sűrű éjjel át. Egyedül énekelt, zenekar nélkül. Hangja mégis nem csak a helyiséget, de talán egész erdőt megtöltötte, és ezért egyre magasabbra madarakkal, vajtatott a vadakkal, szárta szélrel, mint az egész világot át akarná ölelni. Hazám, te mindenemnél már csak könnyeinkben átlátjuk ezt a hatalmas tehetséget, amit az utolsó hang után egy pillanat csendek tisztelek a mű és a megetetés törvényűségből mozdulatlanná vált hallgatóság előtt. Száros erdőnk, szerényelni tőle helyére, valami olyan mozdulattal, hogy csak ezt szerettem volna elmondani nektek. El kell csodálatos dalma, talán sohasem szólalt meg jobb helyen, mint éppen itt, külvárosában, az erdő közepén, ennek a közösségnek. Igen, ez a hang formál belőlünk abban a pillanatban igazi közösséget. Életemben először láttam pedig könnyezni. Ezt az erős, tántoríthatatlan ember, a közismertnek kiváló szónokot most elhagyták a szavak. Némán, a számítottak minden fájdalmával, könnyes szemében átölelt. Így köszönte meg, nem is annyira nekem, inkább a Teremtőnek, hogy megérthette ezt a pillanatot. Igen, szerepelő szorokért, a 44-es út mellett készítettem egy házat, amik nem csupán egy épület volt, hanem amióta itt van az a szellemi központtá vált, a vasárnapi tearendezvényekkel, akkor azokkal a zenei programokkal, amelyek az elmúlt esztendőkben itt a városban, az ő szervezésében, közreműködésével, az általa idehozott ismert neves személyekkel, valóságos eseményekkel álltak. És ez az idézet is ennek a folyamatnak egyik következménye. Amikor hazatért Szene Ferenc, akkor a megyei lapnak a következőt nyilatkoztak. Tudásomhoz és pénztárcámhoz mérten szeretném kivenni a részem a magyar gazdaság gyógyításából. Hát nyilván nem csak a gazdaság gyógyításából, hanem a szellemiek gyógyításából is. Az utolsó kérdésem az lenne, hogy azok az elképzelések, amelyekkel átlépte a határ, amelyekkel hazajött, azok milyen mértékben valósultak meg, vagy milyen mértékben sikerült megvalósítani.
Hát az a, én azzal gyarapodtam, hogy ismertem itt, aki itt ül majdnem mindenkit, és ennyi becsületes, tisztességes embert, akitől én magatartást, tartást, emberséget tanultam, és élnek, itt vannak, csak azt hiányolom, hogy ennek a szellemi, erkölcsi minőségnek kéne, hogy legyen nagyobb kihatása. És ez bizonyos fokig rossz érzéssel tölt el, mert lehetnénk sokkal előrébb. Én akkor hazajöttem, ugye sok lapnak adtam nyilatkozatot, én azt hittem, hogy 4, maximum 8 év után utolérjük Ausztriát. És én akkor ezt őszintén hittem. Mert én hazajöttem, nem vagyok egy vagyonos ember, ezt mindenki tudja, és nincsenek doktorátusaim, az én Kunád után szerzett 8 osztályommal, valamit elértem a világba is, de itt is, és a legnagyobb ajándék és eredménynek tartom azt, megyek egyszer a Zeneakadémiába valami más ügybe, és egy kislány lerohan és átjön a Feri bácsi. Hát ennél nagyobb ajándék, eredmény, hogy az a kis növendék a Gyulai Zenei Napok keretibe ottan lemert ülni a zongorához, és ma már a nyakamba ugrik a Zene Akadémián, és nagyon sok ilyen a Zenei Napok, sok minden sikerült az integrációs tábor, ott erről az Árneska sokkal szebben és tartalmasabban tud beszámolni. Én bizonyos fokig csalódott vagyok, de ugyanakkor, amit Hódmezővásárhelyen, meg ma Dobozon tapasztaltam, van jövőnk. Azok a fiatalok, azok a gyerekek, ahogy szívták magukba a szavakat, a tartalmat, és az az igazgató, aki ezt a programot csinálta, például Dobozon, vagy aki csinálta Hódmezővásárhelyen. Tehát van feladatunk, és lesz eredményünk, mert nem az, hogy mit beszélünk, hanem hogy mit beszélünk, hanem hogy mit. És én azt szeretném, és én próbáltam az én szerény eszközeimmel azt a 12 napot, azt a, ami egy élettapasztalat volt, azt átadni, és valahogy emelkedjünk arra a szintre, mint 56-ban azon a 12 napon voltunk, a 10 millió magyar, vagy ahányan voltunk, mindenki. Kérem szépen, tőle mennyire tellett, ha önöknek van kérdése, miután tegyünk be. Csak azért állok ide, közel a felhívásához, hogy a nézők is láthassák, amit el szeretnék mondani. Én Feri bácsival 3 évvel ezelőtt ismerkedtem meg, egy közös kis szalonnázás keretén a szemetemben. És ugyanabban az évben még meghívást kaptam egy ilyen teja délutános rendezvényre, szeptember végén, ahol szerény személyem is, mint irogató ember részt vehetett, és akkor a Feri bácsának ajánlottam az aznap délelőtt született versenet, és azt ott el is mondtam a Feri bácsinak. Engem azért kapott meg, most, hogy többet megtudva az életútjáról, mert akkor azért elég keveset lehet összeböngészni az internetről, Feri bácsiról, és hát amin végig ment, az hát csodálatra méltó, és nagyon szerény módján viszonyul most is a dolgokhoz. És ami engem megfogott legelőször,
a felirat az épületnek, a szabad gondolatok otthona. Az én versem is erről szól egyébként. A szabad gondolatok otthonában, ha még felirat sem emlékszik rá. Egyébként videóban megcsináltam, majd meg tetszik esetleg nézni aláért. És magában az a szellemi frissesség, ami most is megvan benne. Én ezt csodálom, mert utóbbi időben elég sokszor betegeskedett is, és ez nem hatott ki szerencsére a szellemi potenciájára, és én azt szeretném kívánni, és átadom az a videót, hogy még nagyon sokszor legyen itt Gyulán, meg a szabad gondolatok otthonába, frissen, jó erőbe és egészségbe, mert hát, mint ahogy tudjuk, a téli időszakban az Egyesült Államok beli otthonában van, és nyarat meg itt tölti gyakorlatilag. És hát azt kívánom még, hogy minél többször el tudjon jönni hozzá. Ezt átnyújtsam, most a legépelt állapotban is még a verset önnek láttam, mert akkor a lelőtt kézirattal tudtam csak átnyújtani, mivel nem tartom önnek. És jó egészséget kívánok önnek további emberi. És elnézést, hogy így hivatlanul. Bárjálhattam magam. Polgármester úr. Kedves felibátyám, mi régen megismerkedtünk, amikor haza jöttünk utána, és hát mindig nagy lelkesedéssel figyeltem az életművedet. Egy nagy álmodozó, egy nagy utópista, egy kiváló ember az, akit itt most üdvözölhetünk és élvezhetünk a társaságát. Én nem is erről a nagy álmodozó lélekről, vagy nagyon álmodó lélekről szeretnék két mondatot mondani, hanem arról, hogy minden bizonnyal tudod, hogy egy legendás történet van rólad a te gulágotai hát távozásodról, amikor az a két úriember keresett téged a baráti társaságban. Sokszor elmondtam ezt a történetet, és most nyilvánosan is elmondom. Én magamban úgy neveztem ezt, hogy nagy történelmi érzék, vagy történelmi szimot. Így is lehet mondani, hogy te érezted, hogy abban a pillanatban neked tanácsos elmenni ezelől a veszedelmes hát jövő elől, amit várt volna rád a fegyveres szabadságharcosra. Megcsókoltad a húgodat és a nagymamádat, hogyha jól mondom, és arrafele a másik irányba elmentél az éjszakába, és tulajdonképpen te váltál meg kis megállástól, elmekintve kényszerű megállástól Los Angelesig. Tehát nagyon jól fogtad fel. Azért is gondolja ezt az ember így, mert bizony sok testi fiatal, vagy nem olyan fiatal, nem így jár. Nem érezték, számtalan történet van az országban, hogy mondták a értelmes hozzátartozók, vagy a városba, Veszprémbe, és nagyon sok helyben, hogy hagyd el az országot, ne várd meg a baj. És úgy gondolták, nem lesz ott semmi. Ugye most hallottuk nem régen Vittel Mária többször elmondta, hogy kiment Bécsbe, vagy hazajött. Tehát sok illúzió volt az emberekben, és nem ismerték fel jól a helyzetet, de jól ismerted föl, és azt hiszem, hogy azok a reménykedő szavak, amiket mondtál, hogy bizony sok nehézség ellenére, azért mégis optimista vagy, ezek egy ilyen ideális optimizmust és realizmust tükröznek, úgyhogy Isten értesen téged még sokáig. Van még kérdés esetleg vélemény, hogy hozzászólás? Én csak egy pillanatot. Tehát akkor, amikor egy ilyen író, olvasó, találkozó vagy könyv
bemutató van, némi szervezőmunka előzi meg. Ő kell találni egy helyszínt, egy jó moderátort. Aztán történetesen egy felolvasót, aki ki tudja mondani, hogy egy János tenyér papírre. Mert ezen tudtam végig, hogy ki tudjam mondani. Hát nem tudtam, pedig Isten ez mindig ki tudtam mondani. Jó. Tehát van, jó, ha van egy felolvasó. És ezzel keresett meg engem, aki én egyik szerzője, Kinkovics Márta, hogy elolvasnék egy pár oldalt az adott könyvből, Szeretlen Iván népszemlékezéseiből. Mondom, természetesen örömmel. Ő megköszönte nekem, de tudod itt Márti, én köszönöm neked. De tényleg, azért, mert egy ilyen emberről olvasni, mint ő, felolvasni, hát nagy megtiszteltetés. Mert oly kevesen vagyunk, ilyen szabad, nyitott gondolkodású, tartékbecsületes, önzetlen. Ha valaki nem venné meg a könyvét, nem tudhatja megetésni, most elmondom. Rengeteg magyar emigránsnak segített munkát találni, munkát adott, sok esetben az alkalmatlanoknak is. Hát ki csinál még ilyet? Aztán próbálta úgy élni az életét, hogy nem csak hangoztatta, hogy jó nap lenni jó, hanem úgy is él. És ahogy ő mondja, és nekem annyira tetszik, hogy a születésjogán a világ másik végéről hazajön választani. Azért az egyik cél. Hát ki tesz még ilyet? Melyik csodabogár? Tényleg csodabogárnak kell lenni. Aztán itt van, a szabad gondolatot hátva. Mennyi ember boldogságára, örömére tette mindent. Tehát ilyen emberről, ilyen csodabogáról persze szívesen olvasok, mit ő felolvasok. Köszönöm nektek, Ági és Márta, köszönöm önnek, és legyen sokáig eleje. Ezt kívánok. Köszönöm. Igen, nekem már csak szintén a köszönet maradt hátra. Köszönöm Feri bácsának, köszönöm a szerzőknek, köszönöm a felolvasónak, a előadónak, én nem tudom, hogy mondjam, köszönöm önöknek, hogy eljöttek. Ha a könyvet meg akarják tenni, nem fogják elvinni 1956 forintért.